Vetélkednek a csapatok itt a Radó-szigeten. 7 iskola képviselői teszik próbára magukat az ügyességi feladatokban. Óriási a hangulat. A célegényavatás, a kincskeresés, a karikadobás mellett a legnépszerűbb próbatétel a súlyemelés és a léggömbfújás volt. Ebbe a játékban nevelők is kipróbálhatták magukat. A Céhek Fesztiválja programsorozat azonban nem csak egy egyszerű kikapcsolódást jelent, hanem tradicionális hagyományokat képvisel. A régi mesterségeket és barokkort felidéző rendezvény elsősorban a szakiskolákban tanulókat szólítja meg. Idén mintegy 150 diákot, akik többek között előadások és a belvárosi túra során ismerhették meg a történelmi céheket és értékeket, melyek megalapozták Győr gazdagságát. Győrött a barokkorban több mint 50 cé működött, a kezdtük kötőtől kezdve a kádárig. Ezek a céhek nagyon komoly szabályokat hoztak létre, és ezek a szabályok azt hiszem nagyon fontosak, hogy a mai szakmát tanuló diákok megismerjék, hiszen nem csak a viselkedés kultúrát tanulhatják meg ebből, hanem azt is, hogy ezek a céhek milyen érdekérvényesítő feladatot láttak el, valamint, hogy azok a mesteremberek mennyire büszkék voltak arra, hogy ők egy olyan szakmát művelnek, amelyre szüksége van a társadalomnak. A programok délután a vetélkedő eredmény hirdetésével, valamint a felvonulási ceremóniával folytatódtak, ahol a kórhű ruhába öltözött tanulók 9 céljelképeit és védőszentjeit mutatták be. A 11. születésnapját ünneplő fesztiválban az iskolák is óriási lehetőséget látnak, hiszen a szakmák népszerűsítése ma is fontos Győrben.